Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Végre újra itt vagyunk a vízparton, és a mai epizódunk apropója az, hogy miközben az SBS Románia csapatához készülöttünk, hogy filmet forgassunk velük, közben kiderült, hogy ugyanezen időben barátom Gál József is itt van a vízen, és egy 24 órás túrát szervezett. És ennek a mai 24 órás túrának szeretnénk bemutatni az apropóját. Itt is van Gál Józsi barátom, szeretnék bemutatni. Miért is ezt a tavat választottad? Miért vagy itt, Józsi, és miért, mivel készültél el a rövid 24 órás túrára? Sziasztok, üdvözlök benneteket! Hirtelen lett 24 óra szabadidőm, és gondoltam, horgászattal töltöm, amire rögtön a halsányi horgászt ültött eszembe, hiszen ez egy nagyon jó halállományra rendelkező víz, sokat horgásztam már itt, és nagyon szeretem, kedvelem. Ez a túra 24 óra mi voltában ugye nem egy nagy halas horgászat, de azért bízom benne, hogy sikerül most is szép halat zsákmányolni. Én mindent megteszek érte, az etetést már elkészítettem. Érkezésemkor leraktam egy bóját, amit pelletkeverékkel, csemegekulica és repcekeverékével etettem meg. Bemutatnád nekünk ezeket, hogy mivel is etettél pontosan, hogy néz ez ki, hova etettél, miért azt a helyet választottál, biztosan ezek érdekek a nézőket a legjobban. Tegnapi napon volt eső, szél, napsütés, mint látjátok, most is hétágra süt a nap, de az időjárás előjelzés esőt ígér mára. Meglátjuk, mi lesz belőle. Nem tudtam eldönteni, hogy a sekélyebb része üljek le, ahova tavasszal a halak kihúzódnak a táplálék után, vagy pedig erős hidegfront betörésekor ugye visszahúzódnak a mélyvízbe, és azért inkább a mélyvízre üljek le. Aztán én egy átmeneti megoldást választottam a kettő közötti útvonalra ültem be. Az arany középút. Az arany középút, és meglátjuk, hogy mit sikerült tulajdonképpen a tó közepén helyezkedem el, és balra tőlem a mélyebb része van a tónak, jobbra pedig a sekélyebb része. Meglátjuk, hogy milyen eredmény, és akkor megmutatnám, hogy hogyan készítettem el az alaphoz ültetésemet. Rendben. Az ígért nagy szélre való tekintettel nem mertem a szokásos távra betenni a bóját, ezért egy ilyen 105-108 méterre helyeztem a bóját, és alaphoz ültetésként egy ilyen pelletből, repcéből, csemegekukoricából, pelletből, azt jelentem, hogy különböző oldódási idejű pelletekből álló mixet készítettem, és ezt szórtam be, körülbelül egy ilyen másfél-két kilónyi mennyiségben. Illetve természetesen oldódó bojlit is szórtam az etetésre, főzött bojlival keverve. Említettem már, hogy ezen a horgászaton mindenképp szerettem kipróbálni a új Eurobase termékcsaládot, ami oldódó és főzött változatban is beszerezhető. Ezen a horgászaton két ízt használok, a frankfurti kolbászos, tehát fűszeres, illetve a strawberry jam epres ízesítésűt, tekintettel arra, hogy a víz még nem melegedett fel 13-14 foknál többre. Azért az Eurobase szériát választottam ezen a horgászaton etetésre, mert kimagasló árérték aránya rendelkezik, nagyon kedvező áron kerül forgalomba, így nem kell elköltenünk etetésre vagyonokat. Úgy tudom, ugyanazzal a csalogató hatással rendelkezik, mint a prémium kategóriás bojlik. Így van, ezt meg tudom én is erősíteni neked, így van pontosan. Tehát ugyanazokkal az aromásítással készülnek, mint a prémium kategóriások, de természetesen ugye evidens, hogy a magasabb érték arány miatt a prémium kategóriának a beltartalma magasabb is. Márpedig, hogyha ugyanaz a csalogató hatás, akkor egynapos horgászatra nagyon jó választás az Eurobase-ból. Ugye megtudtuk eddig, hogy Józsi miért ezt a helyet választotta, milyen etetési technikát alkalmazott, milyen etetőbojlikat használt. Most térjünk rá, Józsi, ugye a csalikra és a végszerlékekre, kérlek, azt mutasd be, hogy te mit alkalmaztál most. Nagyon szívesen megmutatom, hiszen nem titok, hogy egyre több SBS teklő terméket tudok én is használni. Már a tesztelések folyamán is nagyon jó benyomást keltett, most, hogy végleges formában vannak, pedig eredményesen használom a horgászatok során. Bizonyára ti is tudjátok, hogy a halfogás sikere a szerelékünk utolsó egy méterén múlik, ezért nagy gondot kell fordítani ennek az elkészítésére. Az SBS termékpalettáján a Dive Master elnevezésű zsinór, egy forradalmi újítás, hiszen ez tulajdonképpen egy litkos zsinór lenne, azzal a különbséggel, hogy nincs benne a sok bosszúságot okozó ólomszál. Mint látjátok, itt a régi hagyományos, ebben itt középen az ólomszál van, és biztos, hogy ti is találkoztatok gyakran azzal, hogy horgászat közben hol itt bújt ki az ólomszál, hol itt bújt ki az ólomszál, tehát olyankor készíthettük újra a szerelékünket.
Ennél nincs ilyen gond, hiszen a wolfram szálak, amik a süllyedést biztosítják, azok bele vannak szőve az anyagba. Ez a zsinór köthető is és fűzhető is, de ezt meg fogom mutatni pontosan a szerelék elkészítésénél. A süllyedő előtti zsinór elkészítéséhez először felrakom a biztonsági ólomklipszet. Zsinór előkészítésképpen. Majd mivel mondtam, hogy köthető ez a zsinór nagy előnyeként, ezért a forgókapcsot rá fogom kötni. Jól meghúzzuk és ez. A szerelékünk ez a fele kész is, mire készítjük a klipszet, és körülbelül egy méternyit lehúzunk a tekercsről. Kb. És ugyan köthető a zsinór, de ezt a végét ne kössük, hiszen ez a klipsz a halvédelmet szolgálja, ezért, hogyha elszakad a főzsinórunk, a hal magával viszi ezt a szereléket, és itt viszi magával a súlyt is, de hogyha szabadon el tudja hagyni ez a biztonsági klipsz a zsinórt, akkor megszabadul a súlytól, és a horgot pedig ugye előbb-utóbb, mint ahogy a szálka a kezünkből, a horgot is ki fog, úgymond kigyűlik a szájából, de ha csomót kötünk a végére, akkor nem tud megszabadulni a nehezéktől a hal. Ezért egy fűzőtű segítségével végére készítünk egy hurkot. Egy 2 centinnyi részt fogunk behúzni. És lassan mozgatva megindul, hogy ne járjunk porul, ezért valamit beakasztunk a hurokba. Nehogy teljesen behúzzuk. Így. Felesleges részt visszahúzzuk, vagy levágjuk, én vissza szoktam húzni, és akkor nagyobb lesz a fülünk, jobban tudunk vele dolgozni. Feszítőt beleakasztva, ez egy teljesen biztonságosan elbírja még a nagy testű halakat is. Tulajdonképpen a süllyedő előtti zsinórunk elkészült, most pedig el fogom készíteni a horog előkét. Amihez szintén SBS terméket használok, ez a Bodyguard nevezetű. Hát tudomásom szerint a leglágyabb bevonatos előke zsinór a piacon. Ez így van, ezt meg tudom erősíteni. Így van, Zoli. Legalábbis még nem találkoztunk lágyabban. Valóban egy nagyon lágy bevonattal rendelkezik, ami dobáló speciálnál viszont nagyon nagy előny a gubancolódás megakadályozásában ez a bevonat. És most egy olyan szereléket mutatok be nektek, ami egy 20-as süllyedő csaliból csinálunk egy végtelenül kikönnyített, lefinomított csalit, hogy az ilyenkor gyengén táplálkozó halakat is be tudjuk csapni. Mivel használni fogunk hozzá pogacsalit is, ezért rakok fel egy ütközőt, a hajszál előként 2 csali lesz, ez az ütköző fogja egymáshoz szorítani a 2 csalit, szemüveg nélkül nem fog beletalálni. Most jut eszembe, hogy mi a gond. Ez az ütköző fogja megütközteni a 2 csalit, ez megakadályozza, hogy a horog szárához fölcsúszson az egyik, és ezáltal kitakarja a horgot. Ütközőt felhúztam a zsinórra, kötök a végére egy egyszerű hurkot. Feszítőkampóval meghúzom, felesleges részt levágom, és következik a 20-as oldódó csali még fogósabb tétele. Nem tudom, emlékszel rá, hogy ezt még te tanítottad nekem valamikor ezt a módszert, amiben fantasztikus kulisszatitkok vannak, ugyanis annak is jelentősége van, hogy én ezeket a levágott részeket egy kicsit ide belerakom a vízbe. Tulajdonképpen a 20-as bodit megfaragom kisebbre. Használhatnánk kisebb csalit is, de ezzel azt is elérjük, hogy a 20-as csalit faragjuk meg, hogy ezt a külső megszáradt réteket eltávolítjuk. Ezáltal gyorsabban fog dolgozni a csalink. És most fűzőtűre húzzuk ezt a
faragott csalit. Felhúzok a hajszerelőkére, és rakunk hozzá egy Hi-Vis Fluoro Pop-Up csalit ananász ízesítésben, amivel többek között kiemeljük az etetésen lévő bojli közül ezt a csalit, fölhívva magára a figyelmet, hogy minél hamarabb megtalálja a ponty, illetve a többi süllyedő csalit, hogyha szippantja be, ez a kikönnyítés miatt sokkal könnyebben odaugrik a szájához, beugrik a szájába, akadálytalanabbul fog ez a csali kombináció a halszájba kerülni. Elkészült a csali kombináció, és akkor most jön a horog. Előke zsinórunkat a kívánt hozban elvágjuk. És én jelen pillanatban egy 6-os méretű grip tip típusú horogot használok. Nagyon jól tartja a hegyét ez a horog, de ezt folyamatosan ellenőrizzétek, mert ha kicsorbul, akkor nem fog akadni. Fontos, hogy mindig hegyes horoggal horgászunk. Az előke zsinórom másik végét hátulról befűzöm a horogba. Beállítom a horogtól a kívánt távolságot. És odafigyelve, hogy ahol vége van a horog anyagának, nem ott, hanem a másik irányból kezdem el tekerni, hiszen itten bele szorulhat a zsinór a két anyag közé. Majd ugyanúgy hátulról újra visszafűzöm. És mint láthatjátok, a bevonatos részt onnan eltávolítottuk, az itt a horog fölött 1-2 centivel van csak. Ezáltal a csalink sokkal szabadabban mozog, és a kívánt hozban megkötnénk az előkét, de majdnem lemaradt, ugyanis ennél a csali kombinációnál még horogbefordítót is használok. Ez a Aligners nevezetű, ami jelentősen elősegíti a jobb akadást. Ugye ez a kis csali elvész a szájukba, ezzel a horogbefordító alkalmazásával jelentősen tudunk növelni, hogy megakadjon. Tehát fűzőtűre felfűzzük, és visszahúzzuk az előke zsinórunkra. Amellett, hogy a akadást elősegíti ez a aligner, kötésünket is védi, teljesen leburkolja, és úgy kell beállítani, hogy a hajlat a horog öblefele forduljon. Így biztosít tökéletes akadást. És most pedig beállítjuk a kívánt hozban az előkénket, és egy dupla kurkos csomót kötünk a végére, hogy biztosan jól tartson, majd a feszítővel meghúzzuk. A felesleges részt eltávolítjuk, és utolsó lépésként dobós pecánál elengedhetetlen ennek a gumiharolnak az alkalmazása. Elkészült az előke zsinórunk, és most jön a különleges rész. Most lesz jelentőség ennek a beáztatott kis bori darabkáknak, hiszen ebből pasztát készítünk. Jól elázott, összegyúrom. És most mondhatjátok, hogy hát oldódó bojlival horgásztunk, miért pasztázunk. Azért pasztázom ezt még be. Mint már említettem, elég hideg a víz, az oldódó bojli is lassan dolgozik. Hogyha egy ilyen előáztatott pasztával vonjuk be a csalinkat, ez sokkal gyorsabban fog dolgozni. Megkezdi ott a munkát a vízbeérés követően. Sokkal figyelemfelkeltőbb lesz, és reméljük, hogy sokkal hamarabb fog halat is adni. Így legyen.
tulajdonképpen elkészült a csalin, bedobásra kész. Akkor összefoglalom eddig, Józsi, hogy mi történt. Ugye elmondtad a nézőknek, hogy miért ezt a helyet választottad, milyen etetési stratégiát alkalmaztál, bemutattad nekünk a végszellékedet, ugye, hogy milyen csalit használsz. Akkor hogyan tovább most? Hát most már halat kellene fogni. Igazából ugye reggel elkészítettem az alapozó etetést, de itt Harsányra nagyon igaz az, hogy magának az etetés hangjával is be lehet csábítani a halat, ezért attól függetlenül, hogy még nem fogtunk időnként, így óránként egy pár darab spombot beküldök, vagy dobócsővel néhány 10 szemból bejutatok, és a hangjával próbálom ide csalni a halakat az etetésre. Igen, azért azt mondjuk el a nézőknek, hogy tisztában legyenek velem, ugye, hogy most jelen pillanatban reggel óta a parton tulajdonképpen senki nem fogott még pontyot, tudomásunk szerint legalábbis sehol nem tapasztaltuk, hogy lett volna ilyen. Eddig a legtöbb fogás, vagy a legeredményesebb fogás az 3 darab dévér volt. Így van, tehát a horgászatban ez a szépség, hogy sosem mehetünk tutira, mindig kell valamit variálnunk, valamit cseleznünk, hogy amikor nincsenek a halak étvágyánál, akkor is tudjunk halat fogni. Igen, valószínűleg az, hogy így megállt ugye a front hatásnak, amit ígértek, ugye, hogy milyen esős, borongós, szeles idő várható. Lehet, hogy ezt érzik a halak, sőt, elég valószínű. Hát akkor jöhet az etetés, és akkor utána pedig akkor finomítunk. Spomba alkalmazásakor figyeljetek oda, hogy nem biztos, hogy akkor fog legmesszebb menni, ha teletömjük. Ki kell tapasztalni az ideális súlyt, de például jelen esetben azt tapasztaltam, hogy amikor így félig töltöm meg a spombot, akkor repül a legmesszebbre. Józsi, éppen most reggel erre érkeztünk, hogy te fárasztasz, hát mesélj nekünk, mi történt az éjszaka, ugye nem voltunk itt. Nagyon hideg volt az éjszaka. Jó reggelt. Hihetetlen módon lehűlt a levegő, halnak nyomása nagyon lehetett látni. Aztán hajnalban, mintha meg enyhült volna, nem volt már olyan párás a levegő, és sikerült fogni egy szép halat, közel 15 kilósat, azt majd mindjárt meg is mutatom nektek. Meg most éppen most is fárasztok egyet. Megszűnt ez az extrém időjárás, és a halak úgy tűnik elkezdtek egyből táplálkozni. Már kezdtem itt elkedvetlenülni, hogy nem sikerül jó eredményeket elérni, de hát így a végére, hát ez ilyen 24 órája legyen minden horgásznak a vízparton, és akkor mindenki elégedett lesz. Gyönyörű szép hal. Nagyon szép, Józsi. Láthatjátok, hogy teljesen leoldódott az oldódóbojli. Ez egy 20 mm-es oldódóbojli volt, ami hát 8-as, 10-es méretben van még rajta a horgon. És most érte el azt a méretet, amit felvett. Természetesen minden halnak a horogütötte sebet lekezeljük. Mint látjátok, ennek a halnak is óvták a száját, nincsen kisebb esedve.
lefertőtlenítjük, gyorsan begyógyul a rögzítettesebb. Kitartás azért mindig meghozza az eredményét. Bízni kell a csalikba, az etetésben, és egyszer úgyis megéheznek a halak. Mielőtt visszaengedjük, gyorsan megmérjük a halacskát. Tárázás után 12,5 kg lett a hal, és akkor engedjük vissza. És akkor még következzen a hajnali fogás. Sejtelmesen veszem ki. Vaftás csalival sikerült megfognom. A C2-es ízesítésű. Ez egy halas jellegű bojli, édes háttérízzel. Mi is történt az elmúlt 24 órában? Mi volt a tanúság? A kitartás, a legnagyobb tanulság a kitartás. Ugye, hogy tegnap reggel kezdtem el horgászni, azért a tavon mások is horgáztak. Kialakítottam az etetésemet, amit biztos voltam, hogy jó. Fölcsaliztam, amire úgy gondoltam, hogy ideális választás az adott körülményekre. És egész nap hol itt ültem, hol ott ültem, hol beszélgettünk, hogy beszélgettünk. Ez a legrosszabb, igen. Nem volt szabad feladni, tehát kitartottam amellett, hogy ez az etetés jó. Meg voltam róla győződve, hogy a halak most máshol tartózkodnak, az extrém időjárás miatt este iszonyatosan hideg volt, meg sem mozdult a víz, nem is lehetett halfordulást látni. Aztán hajnalban érezhetően egy picit megenyhült, noha 1-2 fokot emelkedett csak a hőmérséklet, de már ez elég volt ahhoz, hogy a halak megérezzék, hogy megnyugodott az időjárás, elindultak a tó más részeibe is, sikerült is egy halat zsákmányolnom, illetve most reggel még egyet. Tehát a tegnapi eredménytelenség után én nagyon-nagyon elégedett vagyok egy ilyen 24 órával. Rengeteg élményt kaptam. Tegnap a természet látványának az élményét, aztán hajnaltól pedig a halfogás élményét. Én még gazdagon térek haza. Ügyes vagy, Józsi. Köszönjük szépen, gratulálok neked még egyszer. És a kedves nézőktől akkor ezzel búcsúzunk, és legyen ennek a tanúsága, hogy az ilyen extrém fronthatásokkal teli időszakra akkor érdemes a halas édes csalikat erőltetni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, viszlát legközelebb is a vízparton. Sziasztok!